Köszönöm, László polgármester úr, a legutóbbi képviselőtestületi üléssel kapcsolatosan fogunk beszélgetni. Ez volt ugye a 2013-as év első testületi ülése, számos kérdésre került válasz, illetve pont. Megtörtént január 2-ával az oktatási intézmények átadás átvétele, ugye a Klebersberg Kuno intézmény fenntartó központ részére. Minden zökkenőmentesen történt, hogyan kell ezt elképzelni? Hát zökkenőmentesen kellett, hogy történjen. Mi minden olyan intézkedést, amire a törvények rendelkeznek, mi ezt ebben a hivatalban évek óta végrehajtjuk. Itt ebben az esetben is ez így történt. Nekem nem tisztem, hogy bíráljam, vagy kommentárokat fűzzek bármely törvényhez, ezt végrehajtottuk. Pont a minap kaptam meg a miniszterelnök helyettestől, Navracsis miniszter úrtól egy köszönő levelet. A fejlécén az volt, hogy az együttműködő önkormányzatoknak köszönő levél, amelyben megköszönte egyrészt az oktatási intézményeknek az átvételét és az egész közigazgatásnak az átalakításában nyújtott tevékeny részvételünket. Konstruktívan vállaltunk ebbe természetesen szerepet. Ennek egyébként a legfőbb célja az az, hogy az én felelősségem is, és jó magam is úgy gondolom, hogy nekünk Dunaharasztin a városvezetésnek az a célunk és az a feladatunk, hogy az itt lakó embereknek a mindennapjait könnyítsük meg, és az ő életkörülményeket javítsuk, és őket szolgáljuk. Nekünk ez alkalmazkodni kell. A legvégén a közigazgatásnak és az oktatásnak is végül is valamilyen szinten a nevelésen túl azért a szolgáltatás is a célja. Ha most ez a rendszer van, akkor nekünk meg kell tennünk mindent abban az értelemben és annak az érdekében, hogy ez jól tudjon működni. A közigazgatás átszervezésénél és az oktatásnál is mindent úgy hajtottunk végre, hogy a legvégén az itt lakóknak ez jó legyen. Azoknak a munkatársaknak a munkaeszközeihez úgy járultunk hozzá, és olyan gépeket, olyan íróasztalokat és olyan eszközöket adtunk át, amivel eddig is dolgoztak. Tehát azt a munkát, amit a dunaharaszti lakók érdekében fejtettek ki, azt ugyanilyen minőségben tudják ellátni, és továbbra is az iskoláknak a fenntartását is ebben szellemben fogjuk végrehajtani. Tehát tudjuk, hogy az oktatásért, mint feladatért most már az állam a felelős. Tehát ők azok, akik fizetik a pedagógusoknak a bérét, ők azok, akik, illetve az állam az, aki megszabja az oktatásnak az irányát, a tanterveket és minden egyéb dolgot, ami szorosan az oktatással függ össze. Az intézmény fenntartó pedig az önkormányzat, tehát nekünk kell a rezsit fizetni, nekünk kell az iskolai épületeket fenntartanunk, karbantartanunk, felújítanunk, és azokat az eszközöket, amelyek nem szorosan az oktatással függnek össze, ezeket az eszközöket nekünk be kell, hogy szerezzük. Példát mondok, fénymásolópapír például, kréta és azok az eszközök, amelyek nem szorosan az oktatással függnek össze. Erről egyébként szintén jogszabály rendelkezik, tehát tételesen felsorolja azokat az eszközöket, ami a mi feladatunk, és felsorolja azok az eszközöket, amit az államnak kell, hogy ellásson. Fényes István képviselő úr a testületi ülésen felvetette, hogy a multiszint Kft. Állítsa vissza a régi fizetési határidőket. Ez ügyben sikerült valami előrelépés? Igen, a holnapi napon fogok tárgyalni a multiszintnek az igazgatójával. Egyébként a testületi ülésen még nem tudtam erről beszámolni, de a következőn be fogok tudni számolni, hogy az önkormányzati cég, ami közös cég, megkapta a működési engedélyét. Én bízom benne, hogy pozitívan fogunk tudni ellépni. Ugye minden átállás az zökkenőkkel jár, én sem vagyok elégedett mindennel, nem magával a szemétnek az elszállításával, hanem megint csak a szolgáltatás részére, ami az embereket érinti. Tehát a testületi ülésen is elmondtam, hogy volt nekünk is, az önkormányzatnak is problémája ezzel kapcsolatban, amiből azt látom, hogy a lakosoknak a panaszai valószínű, hogy megalapozottak, hiszen hogyha az önkormányzat intézményeiben is vannak gondjaink, a számlázással kapcsolatban időbeli problémáink voltak, akkor nagy valószínűség a lakosságnak is, egyes embereknek is lehetnek problémái, ezt meg fogjuk oldani. De ezek a panaszok december 31-ig bezárólag szólnak, nem? Hiszen január 1-től a Multi DH Kft. Vett át. Nem, még nem vette át a Multi DH Kft. Ugye addig nem is tudta átvenni, amíg ez az engedély, amiről az előbb beszéltem, tehát ez egy szolgáltatói engedély, nem állt a rendelkezésünkre. Ugye létrehoztunk egy céget, egy közös céget, tehát ez cégjogilag ez be van jegyezve ez a cég, de tevékenységét még nem végezhette, mivel hát a szemétszállítás, mint olyan, az hatósági engedélyhez kötött. Amíg a hatóság nem vizsgálta meg, hogy ezeknek a feltételeknek ez a cég ez megfelel, eddig nem adta ki ezt az engedélyt, ez több hónapig húzódott, ezért meg kellett a céggel, tehát a Multiszint Kft-vel a szerződésünket hosszabbítani, azért, hogy ebben az időben is legyen, aki elviszi
a lakosságnak a szemetét. Most már megvan ez az engedélyünk. Holnap tárgyalok az igazgatóúrral, és szerintem el fogunk tudni mozdulni erről a pontról. Testületi ülésen döntöttek arról is, hogy az elmű vagy az önkormányzat végezze el a fák szakszerű nyírását, ahol ugye hozzáér a vezetékekhez. Ez ugye 15 millió forint lenne, vagy lett volna. Ugye Knap Tibor képviselő úr felvetette, hogy nem lehetne esetleg valaki olyan hozzáértő embert megbízni, aki mondjuk kevesebbért is elvállalna, és mégis szakszerűbb lenne ez a szakszerűben elvégeznék ezt a feladatot, mint az elmű emberei. Igen, ez igazából 20 millió forintot jelent, mert ugye az ÁFA része, tehát ez 15 millió, de bruttó összegben ez 20 millió forintot jelent. Abban a szempontban döntöttünk, hogy a költségvetési koncepcióból ezt kivettük, ezt a tételt. Tudni kell, hogy ez az elműnek a feladata, ezeknek a fáknak a golyozása, de nagyon sok panasz volt, tehát volt, hogy tőből vágtak ki fákat, amikor golyozták, és igen, lehetséges ebben az irányban, hogy olyan embert bízzanak meg, aki szakszerűen végzi ezt el, ezt a feladatot, csak ez nem a mi dolgunk volt, hanem hogy az elmű végzi, ő fizette, ő is választotta ki azt a vállalkozót, aki ezt a feladatot elvégezte. Igazából előre nem értesítettek minket, mi is az önkormányzatnál csak akkor vettük észre, mikor már tarral levágtak fákat, és utólagosan próbáltuk ezt orvosolni, ezt az eseménysort. Így született az ötlet, hogy akkor próbáljuk meg ezt a feladatot elvégezni, amit most a képviselőtestületen Knap Tibor indítványára kivettünk belőle, tehát hagyjuk az elműnek továbbra is, hogy ő végezze el, megpróbálunk velük valamilyen szinten tovább egyezkedni, hogy legalább előre szóljanak, és akkor mi is meg tudjuk szabni, hogy hogy végzik el ezt a munkát, de erre azért elég kicsi az esély. Reméljük, hogy jövőre nem így fog ez a munka elvégződni, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam. De egyébként ez az elmű feladata lenne, vagy a lakosi? Nem. Több személynek a feladata, van az önkormányzatnak feladata, az elműnek ebben feladata, és a lakosnak is lenne ebben feladata, de mivel ilyen sok szereplőre osztottak ki különböző jogszabályok ezt a feladatot, ezért igazából nem működött se, hogy ezért évek alatt az alakult ki, hogy az elmű végezte el ezt a feladatot. A költségvetési tervezetét is tárgyalták. Melyek azok a kiadási tételek, amelyek már nem az önkormányzatot fogják terhelni, és melyek azok a bevételi források, amiktől elesik az önkormányzat? Ezeket összegezve, hogyan alakul a költségvetés? Igen, hát összességében azt kell, hogy mondjam, hogy a feladatainkat el fogjuk tudni ellátni. A költségvetés arról szól, ugye, hogy vannak az önkormányzatnak kötelező feladatai, önként vállalt feladatai. Ezeket maradéktalanul végre tudjuk hajtani. Egyetlen egy tétel az, ami kiesik kiadási oldalról, ez a pedagógusoknak a bére, illetve az oktatási feladattal összefüggő dolgozóknak a bére, azt az állam és a járulékai természetesen, az ehhez tartozó kafetéria, tehát amit eddig adtunk, üdülési csekket, étkezési utalványt és minden olyan juttatást, amit most nem nekünk kell szerepeltetni a költségvetésben. Ez az, ami az egyik oldalon, mint kiadás kiesett. A másik oldalon viszont az állami költségvetés úgy határozott, hogy kettő fontos szegmensben, ami eddig átengedett központi adó volt, ez a súlyadó, illetve a személyi jövedelemadónak a meghatározott része, ezt nem engedik át, tehát itt esik ki egy viszonylag nagyobb összeg, illetve a kötelező feladatokra a normatíva, amit eddig megkaptunk, ezt idén úgy számolják, hogy azoknál az önkormányzatoknál, akiknél az iparűzési adó magasabb, itt kevesebb normatívát adnak az állam az önkormányzatoknak, azoknak az önkormányzatoknak, akik erősebbek, mint például mi is, mint eddig. Tehát a temetőfeladatra, a közvilágításra, a közutak fenntartása, a zöld terület fenntartása, tehát ami klasszikus önkormányzati feladatnak minősülnek, tudnám még tovább sorolni, de nyilván most nem ez a lényeg. Itt körülbelül 400 millió forinttal kevesebb jut az önkormányzatnak. Tehát ha a mérleget megvonjuk, ez olyan körülbelül 300 millió forint, amivel idén kevesebb pénzzel gazdálkodhatunk, mint az előző évben. A költségvetésnek a fő összege az pedig körülbelül 1 milliárd forinttal lett kevesebb. Tehát ugye tavaly 6 milliárd forint fölötti volt, idén pedig 5 milliárd 100 millió környékén fog alakulni a költségvetés. De még egyszer hangsúlyozom, hogy ez nem fogja akadályozni azokat a vállalásainkat, amelyeket tavaly előtt, illetve a választásoknál tettünk, mindenki, az összes képviselő, jó magaim is, az útépítési ütem tovább fog tudni folytatódni, nézeteim, reményeim és elvárásaim alapján is az összes utat, ami ebben az évben, mint
ütem szerepet meg fogjuk tudni építeni. Az óda építés nagy valószínűséggel meg fog valósulni, és komolyabb hitelt sem kell felvennünk ebben az évben. Ha már említette az új óvodát, hol áll ez a projekt? Hát a közbeszerzésről döntöttünk, ki kell írnunk a közbeszerzést majd az építésre. Ugye a pályázatot azt megnyertük. A hitelpályázat folyamatban van, ami az önrésznek a biztosítására vonatkozik. Ugye csak erre kell, hogy felvegyünk hitelt. Kötelezettséget vállaltunk, hogyha nem kapunk hitelt, akkor is meg fogjuk tudni valósítani az óvodát, úgyhogy így állunk vele. Kérjük a közbeszerzést, remélem lesz rá nyertesünk, elkezdődik az építkezés, és másfél év múlva pedig birtokba vehetik a kis csemeték az új óvodát. És még mindig óvoda. Igen. Ugye a jelenlegi óvodavezető nyugdíjba megy, és ugye helyére egy vagy két óvodavezetői pályázatot írnak ki végül. Kettőt úgy döntött a képviselőtestület, hogy két óvodavezető lesz. Tehát egy kis történeti visszatekintésre szeretnék itt utalni. Ugye az előző években, néhány évvel ezelőtt döntöttünk arról, hogy az összes óvodai tagintézménynek egyetlen egy központi vezetője lesz. Négy óvoda volt akkor, aminek gyakorlatilag három vezetője volt. Ezt oldottuk meg úgy, hogy egy vezetőt neveztünk az összes óvodának az élére, de azóta ugye sokkal több, tehát gyakorlatilag megduplázódott az óvodai férőhelyeknek a száma. A Mese óvodához hozzáépítettünk csoportot, megépült közben a Knézis utcai óvoda, amihez szintén hozzáépítettünk. Tehát egy olyan létszám várható óvodai csoport szobában, amit véleményem szerint egy vezető nem fog tudni ellátni. Ehhez hozzá kell számolni már az épülő új óvodát is, ami szintén plusz 6 csoporttal fog megépülni. Tehát gyakorlatilag az arány ugyanaz lesz, tehát most beszélhetünk, ugye 4 óvodának volt 3 vezetője, most gyakorlatilag kvázi 8 óvodának, persze nem lesz 8 óvoda, hanem a csoportszobákat tekintve, hogyha így osztjuk el, lesz 2 vezetője, tehát ugyanaz az arány fog megvalósulni, mint eddig, de tudjuk, hogy nem csak egy óvodavezetőnek nem csak a csoportszobákkal kell foglalkozni, nem csak az óvodapedagógusokkal kell foglalkoznia, hanem nyilván a szülőkkel is, és ezért ez célszerű volt ezt így meglépnünk ezt. Tehát 2 tagintézménye lesz a haraszti óvodáknak, 2 vezető lesz ezekre az óvodákra. A humán szolgáltató központ részére ugye megszavaztak 18,3 millió forintot, plusz a 4,5 millió járulékot. Milyen célra? Igen, ez az összeg, amit említett, ez a plusz az előző költségbe, amit kiküldtünk a testületi anyaghoz képest, ez a módosító indítvány volt. Látjuk azt, hogy tehát a humán szolgáltatónak most már feladata lett azoknak az embereknek a foglalkoztatása is, amik az iskoláknak a feladatát vásárolják, amiről már korábban beszéltünk. Itt nem csak óvodapedagógusok, illetve bocsánat, nem csak pedagógusok dolgoztak, tanárok, hanem olyan kisegítő személyzet is, aki például a karbantartásért, az apró munkákért, portaszolgáltért, vagy éppen a fűtésért, technikai dolgokért, a takarításért voltak felelősök. Ezeket az embereket, akiket megtartottunk, tehát akik itt állományban maradtak, ezeket a humán szolgáltatóhoz helyeztük át. Nyilván az iskoláknál nem lehettek, mert ezt ugye az intézet átvette, a Klebensberg intézet a pedagógusokat. Már nem ők, tehát nem ők ennek a feladatnak a felelősei, hanem mi maradtunk, ezért nekünk a saját intézményünkhez kellett ezeket az embereket áttenni. A feladataikat nyilván ugyanúgy, tehát a mi felelősségünk, hogy el tudják látni, őket ide tettük át, és az ő bérükre, illetve járulékukra van szükség erre a fizetése, illetve a dologi kiadásokra, amik még szükségesek. A lakosok a kérdéseiket majd feltehetik február 11-én a közmeghallgatáson. Én a magam részéről köszönöm. Én is köszönöm.